Szeretettel és tisztelettel üdvözlöm Mezőtúrváros Pont Rádiójának a hallgatóit és a Pont Televíziónak a nézőit. Ma kivételesen a Házunk tája című műsort látják és hallják, és mivel nem tudok kivetkezni saját magamból, természetesen azért a tabuk nélkülnek a jellemzőit fogom ebben a műsorban is alkalmazni, hiszen nem más a mai vendégünk, mint Varjú László úr, a DK alelnöke, országgyűlési képviselő. Kedves képviselő úr, nagy tisztelettel üdvözlöm Mezőtúron, a Kerámia fővárosában. Ezt elhatároztam, hogy hozzá kell, hogy tegyem a mutatáshoz, mert mi vagyunk a Kerámia fővárosa, de erről majd ha ön kérdez, majd akkor én fogok válaszolni. Köszönöm szépen a lehetőséget, nagyon örülök annak, hogy találkozhatunk, hogy módon van itt a rádióban, és a rádión keresztül pedig a mezőtúriakhoz szólni, velük tulajdonképpen közvetett módon kis eszmecserét folytatni arról, hogy most tulajdonképpen milyen világban is élünk, mi az, ami tetszik nekünk, mi az, ami nem tetszik nekünk, mi az, amin változtatnánk, és igazából milyen lehetőségeket keresünk. Képviselő úr, nagyon köszönöm, hogy ez a célja is, de remélem úgy érzi azt, hogy ez a város vendégszeretettel fogad minden ide látogatót, így természetesen önt is. Képviselő úr, legyen kedves, mutatkozzon be, kit itt tisztelhetünk Varjú Lászlóban. Köszönöm szépen, valóban nagyon vendégszerető módon már, ahogy ide eljutottam a rádióhoz is, már barátok fogadtak a városban. És kátyuk is. Még tegye hozzá, de arról nem mi tehetünk így. Hát arról nem, de azokat szívesen bevirágosítanám, mint ahogy más településen is már van ilyen. Húha. Kis földet beleszórni, kis virágot beleültetni, felhívni a figyelmet rá, hogy egyébként mit kellene megcsinálni. Igen. Mit kellene megcsinálni, és mi a feladata ma egy képviselőnek? Varjú László vagyok, én 1961-ben születtem, 3 gyermek édesapja, és köztük az utolsó, az 13 éves fiatalember, és így mind az általános iskolától a felnőtt korig ismerem a srácoknak a problémáit. Ma itt az oktatás az különösen fontos az országban, és ezért is így ebből a szempontból is napra kész vagyok abban, hogy mi történik ma egy általános iskolában. A tevékenységem, a munkám az most már 3. ciklus óta az országgyűléshez köt, és ott jelenleg az országgyűlés gazdasági bizottságában dolgozom. Az előző kormány időszakában államtitkárként, a gazdasági minisztérium államtitkáraként dolgoztam, és az Európai Uniós források felhasználásáért felelős szereplő voltam. Az egyike azoknak, akik közreműködtek abban, hogy Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz az ne csak elveken alapuló fontos álom megvalósulását jelentse, hanem a mindennapi gyakorlatban is jelentsen előnyt. De mielőtt eljutottam ide, és így visszafelé menve az időben egy kicsit, előtte polgármesterként dolgoztam, egyébként a regionális fejlesztési tanácsokban tevékenykedtem, de életem első munkahelye az a Mecsekiec bányászati vállalat volt, én uránbányász vagyok, konkrétan vályárként dolgoztam. És nem sugárosz, ugye? Mert nehogy véletlenül, hát, hogy védőmellény kelljen fölvenne. Azt mondják, rádióaktív vagyok, ez kétségtelen. Jó, mint hogyha hiperaktív lenne. Igen, minden. Igen, igen. De 10 éve dolgoztam le egy állami vállalatnál, mindaddig, amíg 89-ben Németh Miklós kormánya úgy nem döntött, hogy Pécsen, ahol éltünk a feleségemmel, hogy bezárják a mecseki észbányászati vállalatot, és párhuzamosan vele a mecseki szénbányákat is. És ha egy ekkora városban bezárnak 2 több mint 10 000 főt foglalkoztató nagyvállalatot, akkor annak súlyos következményei vannak a városra nézve. Szerintem ezt Pécs a mai napig nem tudta kiheverni egyébként, de hát így az életemnek egy meghatározó pontja volt az, hogy 10 évet egy olyan közösségben, bányászok között éltem, ami kihatott mindarra, ami azután következett. A bányászok általában csapatban dolgoznak. 4 ember egy adott munkahelyen. Figyelniük kell egymásra, mert ha nem teszik, akkor könnyen balesetet szenved, rosszabb esetben meghal
az egyikük. És éppen ezért ez bennem van azóta is. Én csapatban dolgozó ember vagyok, aki figyel a másikra, és igyekszem arra, abban közreműködni, hogy közösen sikeresek legyünk. Ez jelenteti a szűkebb közösségemet, vagy az a legfontosabb, számomra legfontosabb csapatot idézőjelbe téve, ez a családomat. Másik oldalról pedig természetesen azt a közösséget, amit a demokratikus koalíció jelent, hogy sikeresek legyünk, és következő lépésként pedig Magyarország egésze legyen olyan, amit egyébként sokan szeretnénk. Képviselő, én nagyon köszönöm, ez egy rendkívül őszinte bemutatkozás volt, és számomra rendkívül szimpatikus, hiszen jó magam is olajbányász voltam valamikor, igaz, hogy csak a jó szerencsét, és szeptember elsőjén istentelen jókat tudtunk ünnepelni, de hát ez nagyon régen volt, nekem is és ennek is. Meg a hűségjutalom is már régen volt. Volt hűségjutalom, ezt nem tapasztaltam, vagy elfelejtettem, már nem volt talán olyan jelentős összeg. Képviselő, utána viszont a politika volt a nagyjából a kenyere, és a politikával foglalkozott. Én, bocsánat, nem, hogyha jó, ha rosszak az információim, akkor kérem segítsen, mert még volt egy önkormányzati tevékenység, természetesen az önkormányzati tevékenység után, akkor a baloldali ifjúsági társulás, jól emlékszem? Igen, igen. Ugye, annak volt az alelnöke. Fiatalkorom, legszebb emléke. Nem nagyon hiszem, hogy fiatalság az én most is tart, de tehát mégis a politikával korán került kapcsolatba, és nem véletlen ezek után, amit ön elmondott a bányászságáról, amiről valóban nem tudtam, ez nincs rajta az interneten, vagy legalábbis én nem találtam meg. És a csapatmunka után egyértelmű volt, hogy csak baloldali lehetett az orientáció, mivel tud foglalkozni. Így került az MSZP-vel kapcsolatban. Én egy nagy vállalattal kezdtem az életemet, és a tanulmányaimat azt mindig iskola mellett végeztem. Én középiskola után kezdtem el dolgozni. Közgazdász diplomáimat azt mindig munka mellett szereztem. És hogy áll a diszertációjával? Köszönöm szépen, rendben van, és a polcon megtalálható. Sokkal egyszerű pedig vásárolni, de ezt most megint hagyom. Van ilyen is, de szerencsére ez nálunk nem így történik. Gratulálok hozzá. Tehát mindaz, ami egy nagyvállalati munka után kezdődött, az tulajdonképpen a rendszerváltás után. Egy új lehetőség, az nekem elsősorban a vállalkozást jelentette. A családi vállalkozásunk 1991 óta működik, ezt ma is végezzük. Ma éppen a lányom úgy tűnik, hogy átveszi tőlünk ennek a mindennapi irányítását, és ő csinálja, talán ő folytatja, és remélem, hogy ez neki menni fog. És emellett valóban az történt, hogy alapvetően ezt tette lehetővé azt, hogy a közélettel foglalkozzam. És ez legyen ez akár egy ifjúsági közösség, mint a baloldali ifjúsági társulás, vagy pedig utána később, a 90-es évek közepétől önkormányzati, megyei önkormányzati képviselőként dolgozva. Mondhatnám azt, hogy a szamárlétrát végigjártam a kis településtől a megyén át az országos politikáig. Összességében véve az elmúlt 25-30, de talán, hogyha a munkahelyemet veszem figyelembe, 40 év tapasztalata alapján, azt kell mondjam, hogy abba a körbe tartozom, vagy az vagyok, akinek komoly tapasztalatai vannak a gazdasági élet területéről, mindennapi gyakorlatában kisebb, általában kisvállalkozások környezetéből. Rendelkezem tapasztalattal az önkormányzati világból, polgármesterként, képviselőként, megyéből, településről egyaránt, és dolgoztam államigazgatásban államtitkárként, ahol tulajdonképpen a képviselők által meghozott döntések végrehajtása, hogy hogyan történik, egy jogszabály alkalmazása hogyan történik, és mit kell csinálni azért, hogy egy országnak jobb legyen. Ebből sok mindent tapasztaltam, és örülök neki, hogy ezt ma tudom hasznosítani. Hogy nem eléggé hasznosul, az bosszant, de ez most egy másik része már a történet. Aminek el kell jönni, az el fog jönni. Egyébként nekem személy szerint rendkívül szimpatikus az, hogyha nem az egyetemre kerül, nem az egyetem padjaiból kerülnek be a parlament padjaiba, mert ez az élet, amit végig kell járni, ön szamárlétrát mondott képviselő úr, én inkább élettapasztalatnak nevezném. Az úgy érzem, hogy minden embernek rendkívül nagy hasznára válik ebben a munkában. Képviselő úr kedves, most egy aktuális hírrel szeretném kezdeni a beszélgetésünknek a komolyabb részét. Mégpedig ma reggel, és illetve tegnap előtti hír lehetett, ez a bizonyos Kajmán-szigeteki, vagy nem, bocsánat, Panamaként emlegetett
Hát ez persze most visszajön ez a panamázás ügy, de ez másik téma. Igen, de véletlen ez is. Véletlen, nem tudom miért jutott eszembe. Ezek az offshore cégek, amelyek most ma reggel hírként csattantak, vagy talán tegnap este is már, bár én abból kimaradtam, hogy baloldali érdekeltségek is vannak ezekben az offshore cégekben. Képviselő úr, mielőtt erről a politikai vetületéről beszélnénk, és különös tekintettel arról, hogy itt a közvéleményben a baloldal és a jobboldal megítélése elsősorban ön szerint miért különbözik, miért fogadják el, idézőjelben mondtam ezt a fogadják el kifejezést, a baloldal, bocsánat, a jobboldalnak az ilyen csínytevéseit, mint a baloldalnak, erre majd nagyon föltétlenül kíváncsi lennék, de először, mint közgazdászként szeretném, hogyha elmondaná nekünk, hogy ez az offshore cég, mint olyan, mivel ez már majdnem egyenlő az ördöggel, ez valóban így van-e, vagy pedig ez egy elfogadott, bevált és a gyakorlatban többször alkalmazott cégformája. Alapvetően abból kell kiindulnunk, hogy az offshore cégek, hogyha van ilyen, ez szinte a világ minden országában, vagy sok országában megtalálható, beegyezhető, egyébként Magyarországon is jogszerűen tud működni egy ilyen cég. Nem csak a Kajmán-szigeteken, és a Sesző-szigeteken, meg ott. Nem tudom, hol. Jogszerűen tud működni, itt igazából akkor van baj, hogyha az, akinek ilyen tulajdona van, vagy ezen keresztül, egy ilyen cégen keresztül magának hasznot húz, vagy jövedelemhez jut, azt eltitkolja. Az anyaország elől. Így van. Oké, így van. Már teljesen képben vagyunk, úgy gondolom. És azok, akik itt és jogos is, azt hiszem, ez a bűnbeesés, és az anyaországnak persze, hogy szüksége van az eltitkolt adóbevételre. Így van. Itt nem csak az adóbevételről önmagában lehet, ez jogszerűen is, hiszen hogyha valaki az adózott jövedelmét veszi így ki, akkor az ilyen szempontból rendben van. De talán, hogyha egy ilyen kis képletes formában tudom mondani, amit itt nem olyan régen láttam, és ez egy nagyon, nekem nagyon megtetszett ez a leírása az offshore cégeknek, hogy mi történik, az nagyjából olyan, amikor Pistike otthon gyűjtöget egy malacpersejbe pénzt. Anya azt minden nap megnézi, hogy abban mennyi gyűlt össze, és figyeli, hogy abból elkölt vagy sem. Igen. De Pistike akkor azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ezt nem örül ennek, ezért átmegy a szomszédba, és ott is nyit egy persejt magának, és ott kezd el gyűjtögetni. És anyukának erről fogalma nincs. Anyukának erről fogalma nincs. Na de, itt a szomszédban rájönnek az osztálytársak, hogy egyébként milyen jó hely, mert ottani anyuka az nem figyelze erre a persejre, ott nyugodtan lehet még további persejeket nyitni. És elkezdenek gyűjtögetni. És akkor, amikor az anyuka ott rájön, hogy mi történik, akkor ő megszól a többieknek. Hát ti tudjátok, hogy ők itt gyűjtögetnek? Most és nem. Ez történt most. És ez történt most. Ilyet. És egyébként ebben van különbözőség. Mert van, aki úgy gyűjt máshol pénzt, hogy mondjuk az az adózott jövedelméből, az, amit ő kapott szülinapra, azt ő félretette azért, hogy majd anyának tudjon vásárolni virágot. Lehet, hogy ezért gyűjtötte. De ha valaki azért gyűjtötte, mert ellopta a gyerekek elől a pénzt, és azért vitte oda, hogy ne tudják meg, hogy neki van többletpénze, akkor az viszont bűnös. És hogyha ezt nem vallotta be, és nem mondja meg, akkor ezért ő neki felelni kell. Így járt az izlandi miniszterelnök, aki azonnal lemondott, mert nem tudott elszámolni azzal, részben a pénzzel, részben pedig azzal, azokkal a mondatokkal, amiket korábban állított a válság időszakában. És az ilyen módon eltüntetett pénzekkel, ha valaki nem tud elszámolni, akkor az bűnös, és pláne, hogyha még egyébként úgy csalta el, hogy még adót sem fizetett utána, akkor az egy olyan tett, amiért felelni kell. Összességében véve én azt hiszem, hogy ma a listák, hogyha már ilyen kikerültek ezek a listák, ennek, hogy itt milyen tartalma van és kik szerepelnek, ezen még csak az elején vagyunk. A vizsgálat az elindult, vagy a kutatások elindultak. Amennyire én hallok róla, az olyan mennyiségű adat van kint, és annyira érintett minden ország és az egész világ, hogy ebből igazi világbotrány lesz. Nem tudom, mennyi magyar érintettje van ennek a dolognak. Már is találtak többet, volt, aki önmaga jelentkezett, és jelentette be, hogy ő érintett lehet ebben a körben, és ennek következményei vannak, mert ha ezen keresztül jövedelmet titkolt el, akkor ő bűnös ebből a szempontból.
képviselő a kérdésemnek volt egy másik része, amely tudom, hogy nagyon szubjektív, de tényleg így érzem, és őszintén tettem fel ezt a kérdést. Én úgy érzem, hogy a közvélemény a jobb oldal csintevéseit, mintha megszokta volna jobban, vagy nem akarom a választ az ön szájába adni, de talán nem csodálkozik annyira, mint a másik oldalnak a szereplőjének az előbukkanásán. Mondok egy jó példát, azt legalábbis szerintem jó példa. Ez a persze, ez nagyszerű volt. A magyar parlament döntött arról, hogy Magyarországra befogad letelepülni kívánó európai útlevelet, magyar útlevelet, szerezni kívánó embereket. Ez a világról tulajdonképpen bárhonnét jöhetnek, és megtehetik ezt gyorsított eljárás keretében, ha ezért 350 ezer eurót letesznek a mi asztalunkra, 5 évig nem nyúlnak hozzá, és az államkötvényt kabatostól visszakapják. Így van. Ez nagyon fontos. Így van. Na most, akkor, amikor a parlament ezt a döntést meghozta, a parlament gazdasági bizottságát, amelynek Rogán Antal volt a vezetője, megbízta azzal, hogy a további lépésekre figyelve dönthet arról, hogy ha vannak közreműködő cégek, akik értékesítik vagy szervezik ezt a letelepedést, akkor azokról ő döntsön. A Magyar Parlament Gazdasági Bizottsága Rogán Antal vezetésével döntött arról, hogy Kajmán-szigeteken bejegyzett cég az, aki jogosult ilyen tevékenység biztosítására, szervezésére. Az elmúlt 3 év alatt ez a Kajmán-szigeteki cég több mint 20%-os ügynöki jutalékot kapott ezért, ezekből a befizetett 350 ezer euróból, ez alatt a 3 év alatt 95 milliárd forint nyereséget tettek el. Ügynöki jutalékként, a nyereség az nem pont, ennyi bevételük volt, akkor, ami ebből számolt. Ha jól számolok, akkor ebből mennyi? 95 milliárdok, az 500 milliárdos bevétel. Bizony, kötvénykibocsátás jelent, amelyet viszont 5 év múlva az aktuális kormánynak, vagyis nekünk, mert azért tisztázzuk, hogy a kormánynak nincs pénze, nekünk van pénzünk, amit nekünk van közösen, azt vissza kell adni. Nekünk adták, és majd ezt vissza is kell adni. De innentől pedig csak a 95 milliárd emél a cégnél éppen, amelyik adók bevételként mondjuk profitot jelentett. Így van, és ez a Kajmán-szigeteken ott van. Ez a Kajmán-szigeteken ott van. Rogán Antal, mindig nem teljesen világos nekem ez a persze egy dolog, de nagyon plasztikus volt, és már sok mindent értek belőle, sokkal többet, még mint elkezdtünk beszélgetni. Rogán Antal, amikor megkérdeztem, hogy egyébként mi az oka annak, hogy egy offshore cégre bízták mindezt, Rogán Antalnak az volt a válasza, írásban megvan, amikor azt mondta, hogy ez nem offshore cég, mert ismerjük a tulajdonosait. Nem kommentálom a helyzetet. Egy Kajmán-szigeteki cégre bízták azt, hogy magyar államkötvényeket és a magyar letelepedést, ide betelepedést segítsék elő. Képviselő, nem akartam ezt megkérdezni, van ennek egy ellenőrzési része? Hát mondjuk úgy, hogy a kormány az törekszik arra, hogy minden ellenőrzést kikerüljön. Saját magát ellenőrzi lényegében. Nem jól fogalmaztam biztos, tehát az ellenőrzési részét úgy gondoltam, hogy a kötvényt vásárló személyek ellenőrzése, mert nem venném jó néven, hogyha mondjuk szegény néhai Osama Bin Laden akart volna mondjuk magyar állampolgárságot szerezni. Erről semmilyen információt nem adnak, erről nem tudunk semmit. Miközben a kormány tiltakozik és küzd az ellen, hogy néhány száz menekülttel hogyan birkózzon meg, eközben több ezer embert enged be valamilyen ellenőrzés útján, de igazából csak pénzért, és telepednek le Magyarországra. Képviselő úr, ezt a beszélgetést, ha így folytatjuk, akkor én ma nem alszom, mert nagyon sok mindenen gondolkodnom kell, úgy érzem éjszaka. Képviselő úr, folytassuk tovább ezt a beszélgetést és ezt az irányt. Képviselő úr, már akkor is országgyűlési képviselő volt 2006-ban, hiszen 2002 volt az első ciklus, amikor majd a parlamentben volt. Amikor történt ez a, nem kerülgetem itt a forrókását, mert én az alfáját és omegáját látom itt minden, vagy legalábbis majdnem minden bajunknak, ez a bizonyos összödi beszéd nevezetű, elhíresült, Gyurcsány Ferenc által elmondott beszéd. Kérem képviselő úr, utána engedje meg majd, hogy egy mondat, csak egyetlen mondatot, ami nehéz nekem megállni, egy mondatot mondjak el, de ön ott volt. Kérem szépen, mondjon nekem néhány szót, néhány gondolatot erről a beszédről, hogy jól érzem én-e azt, hogy ez valóban egy sorsfordító pillanat volt, vagy pedig csak azt csináltak belőle? Hát én utólag, és most már egy visszatekintve, mindenképpen azt csináltak belőle,
Az a pillanat, amikor ott valamennyien arra koncentráltunk, ugye gondoljunk egy kicsit bele, idézzük fel azt a pillanatot, vagy azt az időszakot. Már 2000 volt. Így van, a 10 éves évfordulója van most éppen a 2016 napokban. 2016 május, június, nem emlékszem pontosan. Igen. Ennek a beszédnek. Választások után vagyunk, 2006-ban a Magyar Szocialista Párt megnyerte a választásokat, és készül arra, hogy egy olyan új koncepcióval álljon az ország elé, hogy mit kell csinálni annak érdekében, hogy az Európai Uniós lehetőségeket minél jobban kihasználjuk, és egyébként, hogyha itt ezzel kapcsolatosan fejlesztéseket, fejlődést akarunk produkálni, akkor ehhez milyen feltételek társulnak, és hogyan tudunk ennek megfelelni. Na most ezeknek a feltételeknek az egyik eleme, hogy a magyar költségvetési hiány az megfeleljen az Európai Uniós elvárásoknak. És ezt a választások után egy konvergencia program keretében kellett bemutatni az Európai Uniónak. Ez egyébként egy elhalasztott kötelezettség volt, mert az évelején kellett volna már ilyet leadni a magyar kormánynak, de ezt a konvergencia programot, hogy a magyar gazdaság helyzetét hogyan kívánja rendezni, felzárkóztatni az Európai Unióhoz, és a következő időszakban milyen tervei vannak erre a magyar kormánynak, ennek a programnak a leadása augusztus 31-e volt, és ez jelentősen megelőzte, vagy nem sokkal megelőzte az októberi önkormányzati választásokat. És az önkormányzati választások előtt egy vita alakult ki, lényegében az összeti beszéd ezt jelenti. Egy vita alakult ki, sokunk, és akár magamat is beleérthetem ebben, sokunk és Gyurcsány Ferenc között, hogy a magyar társadalom számára milyen programot kínáljunk, és mi jelentsen igazi lehetőséget, és ebben benne volt az is, hogy bizony olyan döntéseket kell meghozni, akár adómódosításokat, akár kiadáscsökkentéseket, amelyek egyébként óhatatlanul kihatással lesznek az akkor a Szocialista Párt frakciójában jelenlévő nagyon sok polgármester választási esélyeire vonatkozóan. És ez a vita, amikor ott az alatt a nyomás alatt volt a miniszterelnök, hogy hát ne tedd még, ne legyenek ilyen megszorítások. Ez a vita juttatott el bennünket odáig, hogy lett ennek egy kifakadása. Hogy értsétek meg, ez így nem mehet tovább. Nekünk felelősségünk van azért, hogy a következő időszakban mi történik, ezért tisztességgel oda kell állni az ország elé, meg kell mondani az igazat, és az igazság így néz ki. És ezt Gyurcsány Ferenc elmondta időnként vagy helyenként keresetlen szavakkal, és ez a vita önmagában szerintem tisztességes és helyes volt. Az egy következő része a dolognak, hogy egyrészt ezt engedély nélkül, vagy illetve rögzítették, de engedély nélkül került hozzájárulás nélkül nyilvánosságra, és ráadásul azt olyan módon ragadtak ki belőle elemeket, amelyek egyébként az egészet úgy állították be, aminek egész más értelmezése lett. Ez persze utólag a magunk hibája is benne van ebben, hogy ez megtörténhetett, de hát így alakult, és ilyen szempontból kérdésére visszatérve, ilyenné tették ezt a beszédet, és azt a politikai marketing és a történelmi elemzések sorába kell majd értékelni, hogy igen, végül is nagy változást hozott egyébként Magyarország életében maga ez a beszéd. Képviselő úr, nem tudok hozzátenni semmit az elmondatokhoz. Azt mondta el, amit én szerettem volna, a magam két mondatában. Én nekem még csak egyetlen egy kérdésem maradt. Valamennyien tudjuk, hogy ki juttatta ki ezt a beszédet? Hát mondjuk úgy, hogy 100%-osan pontosan nem. Ma nincs bizonyítva, és ezért nagyon nyilvánosság előtt bárkinek a nevét megemlíteni, amiről egyébként közkeletűen beszélnek. Azt még én sem fogom nem, hogy ön, és nem is ezt várom el. Így van, éppen ezért ezt nem lenne helyes megtenni.
de hozzáteszem, hogy annyira kevés embernek volt erre lehetősége, hogy azt hiszem, hogy sok igazság van abban, még hogyha 100%-ig nem is tudjuk bizonyítani mindazt, hogy ők tették. Hogy ezt eleve irigységből, vagy egyszer rossz indulatból tették, és azt gondolták, hogy nem fognak ennyit ártani, azt feltételezem. Ezt egy hétköznapi embernek is tudnia kellett, nem hogy egy politikusnak. Dráma az a felelőtlenség, ami ilyen módon ez megtörtént, és az igazi dráma abban van, hogy ennek a felelősségét pedig ők nem merték felvállalni, nem mernek kiállni, hogy én voltam az, aki ezt elkövette, és vállalom ennek a következményeit. Így nem egyénileg, hanem az egész közösség itta meg a levét. Mert az utána lévő időszaknak azt hiszem láttuk a következményeit. A politikai ellenfelek nem voltak restek az októberi ünnepeke tovább menni. Budapestet is felgyújtani. Semmiféleképpen nem akarom önbe folytani a szót, de mindannyian emlékszünk arra a szeptember 17-én kétségbeesésre, amikor ott egy vezénylő rendőr, nem tudom, százados vagy olyan nagy, levette a sisakját és parancsot volt, amikor szerencsétlen nem roham rendőröknek, akik a tévészékházát védték, hogy megadják magukat, és utána láttuk a rombolást, utána láttuk október 23-át, előtte láttuk a Kossuth teret, tehát képviselő úr, én azért csak elmondom ezt a kis egyetlen mondatot, ne haragudjon, én azért rendet csináltam volna. Már. Tehát itt a nem tudom milyen kapitánynak hívták ezt az úriembert, aki ott Bográcsban látta el a Kossuth téren tábor, a kempingező tiltakozókat, szóval ez nem volt egy demokratikus forma. Önöket meg volt az erejük, mi tartotta vissza? Valóban ennyire demokratikusak voltak? Nehogy Isten az ilyen szerencsétlen megboldogult volt pártom, az SZDSZ néhány túl liberális embere hatott így a hatalomra, hogy ne tegye ezt az nem erőszakos, csak mindesetre erős fellépést. Talán kezdjük az elején. Én azt hiszem, hogy a rendőrséget is felkészületlenül érte az a helyzet, ami ebben kialakult, és önmagában se eszközei nem voltak ahhoz, hogy eredményes tudjon lenni bármilyen formában egy ilyen tömegdemonstráció esetében. Másik oldalról pedig a politikai szereplőket is váratlanul érte, és bizonytalanságot okozott. Ennek azt hiszem az elsődleges oka, hogy alapvetően egy alkotmányos puccsot hajtottak ott végre. Ott szándékosan felgyújtatták Budapestet, és egy olyan helyzetet teremtettek, amikor az emberek teljes bizonytalanságba kerültek, sok-sok hazugság után. És egy ilyen szituációban azt hiszem, hogy akik legjobban féltették Magyarországot, az mondhatnám úgy, hogy amikor a bölcs döntésnél egymástól húzogatják ide-oda a gyereket, hogy ki az igazi édesanyja, az eldől azzal, aki nem akarja bántani, igen, aki félti őt. Igen. És azt hiszem, hogy a demokráciában azok az igazi bátrak, akik a lényeget nem veszítik el. Az emberekről szól a történet. Őket ne érje bántódás. A hatalom az persze változhat, hogy milyen áron szerzi meg valaki, hogy valakinek kell-e ilyen áron, úgy tűnik, hogy akkor volt, akinek kellett. Nem voltak restek felgyűjteni Budapestet, mondom most még egyszer. És utána napokon keresztül, sőt hónapokon keresztül láttunk randalírozó embereket, akiket rendőrök igyekeztek összeszedni, összefogdosni. Ők egy idő után már nem a rendőrök, hanem ezek a csukjás rácok élvezték ezt a dolgot, és kezdődött azzal, hogy a mai miniszterelnök ott ült a Fradi B közép közepén, akinek egy jelentős része közreműködője volt ennek a történetnek akkor. Nincs hozzátennem. Már másodszorra mondom, nem szeretem pedig ismételni magam, de valóban, képviselő úr, kérem, lépjünk egy pár esztendőt előre. Említette volt, hogy 2008-ban államtitkárként vezényelte az európai pénzek, stb. 2008 nagyon nehéz esztendő volt, 2009 és 2010 eleje is nagyon nehéz esztendő volt, hiszen egy gazdasági világválság söpört végig a világon, így természetesen bennünket sem hagyott figyelmen kívül, tehát minket is érintett.
Kérem, képviselő, mi a vélemény arról, hogy ez a akkori tevékenység, a külső erők, a külső gazdasági törvényszerűségek, mert én falnak tudok menni az ilyen összeesküvés elméletektől, hogy majd valahol valakik eldöntötték, hogy most már pedig válságnak kell lennie, de ez, mint szakembernek azt hiszem, hogy nem kell mondanom, egyetérthetünk benne, hogy mi hatással lehetett ez a 2010-ben erre a bizonyos kétharmados többségi győzelemre, amit csak hagyjad, hogy említsek meg önnek adalékként, hogy baráti társágomban 34-en voltunk, akik fogadást kötöttünk, hogy milyen eredmények lesznek, és egyikünk találta el, mert csak kimondom, én voltam, hogy kétharmadot fog szerezni a Fidesz. Ugye ezt tudom, hogy egy bakrepülés volt, senki nem mondta volna meg, de nyertem vele, na boom. Ugye, kis nyereség is nyereség, mondjuk. Na, ezt most ne fordítsa, kikérem. Akkor nyertem vele. Nézze, a kérdésnek két része van. Az egyik az politikai, a másik része az gazdasági. Igen. Talán kezdjük a könnyebbel, ha egyáltalán lehet azt mondani, hogy könnyebb. Ez a gazdasági, része. Teljesen egyetértünk. Én akkor kerültem a gazdasági minisztériumba, amikor ez a gazdasági válság tombolt. Az akkori változások hozták számomra azt a lehetőséget, hogy tehetek Magyarországért. És a legnehezebb időszakban szálltunk be, vagy szálltam magam be ebbe a történetbe, de azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy a gazdasági minisztériumban, ahogy említettem, az Európai Uniós források felhasználásáért voltam felelős. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy a kormányban talán egyetlenként örülhettem annak, hogy azon a területen, ahol dolgozom, ott inkább előre mennek a dolgok, mert lehetőségünk volt fejlesztésre, lehetőségünk volt 9-ben, 10-ben pozitív dolgok megépítésére és megvalósítására. Azt, hogy 2009-ben egy év alatt 365 darab iskolát, óvodát, felújítását lehetett átadni és érvényesíteni, ami csak véletlen, hogy minden napra jutott egy, de összességében vége mégiscsak azok a programok, amelyek az oktatásban, most elsősorban a közoktatásra gondolok itt, hogy azok megvalósulhattak. Benne például a Szemünk Fénye program, ami egyébként egy iskolai világítás cserét jelent, hogy a régi ócska, neon, szemet rontó neoncsövek helyett normális világítással védjük a gyerekeink szemét. Ez mind beletartozik abba, hogy sok pénzről beszélünk, sok pénz elköltéséről beszélünk, de nem a pénz az érdekesebben, hanem az, hogy a gyerekeinknek könnyebb és jobb legyen tanulni, hogy kerékpárutak megépülésével biztonságosabb legyen a közlekedés, hogy a vasútállomásra el lehessen jutni, hogy az utak azok ne kátyukkal legyenek tele, hanem egyébként nyugodtan lehessen közlekedni, és a mai kor autóinak színvonalához mérten lehessen közlekedni, és ezek az autók, ha jönnek külföldről, azok át tudjanak haladni, és ne óriási különbség legyen a kettő között. Csendesen hozzáteszem, hogyha ma valaki átmegy a határon túlra Erdély felé, akkor összesen 50 km autópályát talál, miközben több száz kilométer autópálya épült az alatt az elmúlt időszak alatt, vagy a Gyurcsány és Bajnai kormányzás alatt. Tessék megnézni, hogy mennyi épült most ebben az Orbán időszak alatt. Akkor épült az M7-es, az M6-os, az M5-ös átvétele akkor történt meg. Ez mind az M3-as fejlesztése, debreceni beágazás, ez mind akkor történt, és itt maradt nekünk egyébként egy feladat, az M4-es, és itt az a 4-es autópálya megépítése. Eléggé haragszunk is érte, hogy bennünket kihagytak. Édes képviselő úr, igazán kár volt bennünket így háttérbe szorítani. Mondhatnám azt, hogy ez a Fidesz feladata. És látja, ennek ellenére ilyen szívesen fogadjuk. Igen, köszönöm szépen. És ez maradt ennek a kormánynak, és az elmúlt 6 évben szinte semmit nem tudott tenni érte, csak a haverjai. Néhány lépést azért tett, hát mert most már azért az a 4 milliárd forint per kilométer azért az elég érdekes összeg volt, de itt sok útkereszteződés van egyébként, meg hidakat kell építeni. De most is Alföldön vagyunk. Most is Simicska kiszállt belőle, most már nem lehet 4 milliárdért. Nem most is már nem ezt az urat, bocsánatot kell. Jó, képviselő úr, politikai viszont következménye is voltak, ez egy másik, és ez egy valóban nehezebb. És itt nyertem. Itt nem értem én. Igen. Sokunkkal együtt talán. Én azt hiszem, hogy nézzük egy kicsit objektív. Nehéz. Vagy távolabbról egy picit. Próbáljuk. Magyarországon
a Gyurcsány kormány volt az, amely képes volt újrázni, azaz kormányzását folytatni először. 4 év után. Igen. Először erre volt, neki volt erre lehetősége. Azt gondolni, hogy ez harmadszor is majd bekövetkezik, az azt gondolom, hogy már önmagában is egy igazi kihívás volt, de törekedni kellett rá. Ez világos. De azért a gazdasági körülményeket nem szabad elfelejteni, meghatározók voltak képviselők, volt, szeretném, nem tudtak mit csinálni. Éppen bocsánat. Ezt szeretném mondani, hogy 2008-ban maga a gazdasági világválság, és ezért én kezdem távolabbról ezt a dolgot, maga a gazdasági világválság az Magyarországot sem kimérte. Minden országban jelentősen növekedett a költségvetési hiány, minden országban kellett arra figyelmet fordítani, hogy legyenek olyan állami beruházások, amivel segítik a munkahelyek megőrzését. Magyarországon is éppen az Európai Uniós források jelentős felhasználásával, sőt, Európai Uniós segítséggel tudtunk egy csomó munkahelyet megőrizni. Most éppen kis zárójelet nyitva, az akkor felvett hitelt, az éppen most fizeti vissza a kormány, és fejezi be. Most ez egy másik kérdés, hogy az akkor felvett hitelből, annak egy részéből vásárolta MOL részvényeket feleslegesen, és ezt fizeti most vissza a kormány. De ez az ilyen kis 500 milliárdos így van, hétel, most emlékszem. Így van, pontosan. Ez is benne van ebben a csomagban, de zárójel bezárva. Tehát, de benne van a Mercedes jár is, azt hiszem. Olyannyira benne van, hogy... Ha a 2010-es viszonyokat figyelembe veszük, nézzük meg, hogy miket voltunk képesek elhinni tulajdonképpen minden gondolkozás nélkül. Egy egyszerű számtan példa. A versenytársaink, a Fidesz 2010-es választások időszakában azzal kampányolt főként, hogy 1 millió munkahelyet teremtenek. Így van. Az 1 millió munkahely megteremtése, azt csak úgy számoljunk egy kicsit. Utóbb megtudtuk, hogy ez nem 4 évről szól, hanem 10 évről szól. Oké? Okay? De fogadjuk el. Már akkor is rákérdeztek az élelmesebb újságíró. De fogadjuk el. Rendben. Akkor az azt jelenti, hogy ha 10 évről szól... Türelmesek vagyunk, kivárjuk a 10 évet is. Így van. Az akkor is azt jelenti, hogy évente 100 000 munkahely teremtéséről beszélünk. Hát a lineálisan nézzük a dolgot, igen, de nem biztos, hogy ilyen szempontokat kell figyelembe. Ebből az időszakból, a 10 évből 6 év már eltelt. Az 600 000 munkahely. Megvan. Úgy van. Londonban. De én még maradnék egyelőre Magyarországon, maradnék abban a hitben, hogy egyébként ezt itt Magyarországon teremtik. De piszok vagyok, ne haragudjon a képviselő. Hát én mondom azokat a dolgokat, amiket önnek kellene, nem tudom, mi lesz ebből, nekem bajom lesz. Na, de még biztosan nem lesz bajom, mert én nem erre akarok hivatkozni. Igen, bocsásson meg. Hanem azt szeretném mondani, hogy ha évente 100 000 munkahelyet akar teremteni a kormány, ezt ígérte, ezt vállalta, akkor az azt jelenti, hogy havonta 8 000 olyan munkahely jön létre, ahol havonta 8 000 ember el tud helyezkedni. Új munkahely. Ez csak matematika. Na most, ha ez csak matematika, akkor nézzük meg, hogy a Mercedesnél mennyien dolgoznak ma? Mert nem tudom, nem vagyok teljesen képben. 5 000. De, az azt jelenti... De a vonzása, a multiplikációs hatása... 5 000 dolgoznak konkrétan a Mercedesben. Most ne a multiplikátor hatásáról beszéljünk, hanem egyelőre magának arról, a cégről. Okay. Hogy az elmúlt 6 év alatt minden hónapban a Fidesz vállalása szerint át kellett volna adniuk egy darab Mercedes gyárat. Igazad. Ők ezt vállalták. Uh-huh. Ezt a hazugságot, ezt a nyilvánvaló átverést hitte el Magyarország, ilyen volt a politikai helyzet. És kihasználták az emberek reményét. Mert azt hitték az emberek, még ilyen képtelenségről is, hogy egyébként ezt meg lehet csinálni. Nyilvánvaló hazugság volt akkor is, de az emberek inkább becsukták a szemüket, és nem akarták tudomásul venni azt a realitást, hogy például maradjunk a Mercedes mellett, hogy egyébként az 4 évig tartott az, amíg a Gyurcsány miniszterelnök lerakta az alapkövet, majd mire a másik miniszterelnök, Orbán miniszterelnök beült, a kocsiban 4 év telt el. De az előtárgyalásokat is, ha figyelembe veszik, akkor még hosszabb. Még több ez a folyamat, ez természetesen hosszabb. És ilyenből kellett volna minden hónapban átadniuk egyet. Ehelyett mi történt? A mi adó befizetéseinkből, ebben az évben például 2016-ban, 346 milliárd forintot fizetünk ki közmunkára.
Azért, mert ezek az emberek nem tudnak elhelyezkedni. 200 000 embernél többet alkalmaz az állam azért, hogy ne halljanak éhen szegények. És mit csináltak? Hogy ne segélyt kapjanak, hanem valami munkát végezzenek a segélyhelyen. És mit csináltak? És én ezt el is fogadom. És mi történt a többiekkel? Az, aki egyébként mondjuk azt, hogy a piacon elhelyezkedni képesebb volt, na ő az a 600 000 ember, igazából, aki egyébként elment ebből az országból, igazából, mert itt nem lehet megélni. És már nálunk is ebben a kisvárosban, a mi kis szeretett városunkban, már itt is hiányoznak ezek a szakemberek. És már hát, nincs villanyszerelő, már nincs pincér. Így ahogy mondja, képviselő, nem tájékoztattam erről önt előtte, de így van, kérem, higgyel. És az egész országban. És képviselő úr is még egyet, amiben szerintem biztos, hogy egyet fogunk érteni. Éppen ezekben az állításaiban van az benne, hogy mi magyarok, én nem szeretem ezt a mi magyarok szöveget, de valóban dolgozni akarunk. Nem, és most mi magyarok az mindenestől, szászostól, tótostól, cigányostól, mindenestől, majd szerintem mindannyian dolgozni akarunk. Nem baj, én meg nem tudom milyen. Nagyon-nagyon vegyes alak, de kérem, tehát én ezt akarom elmondani önnek, és azt hiszem, hogy egyet kell, hogy értsünk benne, hogy, és nem valószínű, hogy Londonban akarnánk dolgozni távol a szeretteinktől, családunktól, szüleinktől, azok sírjaitól, tehát ezt nekem nem tudják megmagyarázni. Köszönöm szépen, képviselő úr, ezt azt hiszem, hogy jó, ami mondta, és nagyon szépen köszönöm, hogy teljesen egyetértünk. Mi itt a kiút? A kiútra a demokratikus koalíció, látva azt, hogy mi történt 2014-ben, hogy az ország képes volt megbízni azt a kormányt, aki ilyen hazugságokat mondott, folytatásra. És ez a folytatás, vagy megbízás többek között a véleményem szerint azért is következhetett be, mert például a közmunkában érintettek, az oktatás területén érintettek, az egészségügyben érintettek, átestek egy olyan centralizáción, amikor minden embert kiszolgáltatottjává vált a kormánynak. A legtöbben az országban, akik az államigazgatásban dolgoznak, kiszolgáltatottjáivá váltak. És aki nem esik térdre ezelőtt a kormány előtt, azt kiebrudalják onnét, legyen az vállalkozó vagy iskolaigazgató. És ezért az emberek úgy érezték, hogy talán a kisebb részük mondta azt, hogy jobb irányba megy, a másik részüket, akiket megfélemlítettek, azok hajlandók voltak ebben közreműködni. A demokratikus koalíció éppen ezért a Sokak Magyarországa programját kezdte el kidolgozni, hogy az a nagy többség, aki egyébként egyértelműen rosszabbul járt a 16%-os jövedelemadóval, mert adót kell fizetnie. Az a nagy többség, akiknek egy jelentős részét ott akarták hagyni az út szélén, és ott is maradtak, mert egyébként nem tudtak elmenni máshova dolgozni, és az a többség, akinek egyébként el kellett menekülni ebből az országból ahhoz, hogy meg tudjon élni, majd közel 1 000 milliárd forintot utalnak haza, azért, hogy itthon tudják, a család többi része tudja fizetni a számláit, a törlesztéseit, amit egyébként egy jobb időszakban felvett hitelekből épített új otthonokra kell most kifizetni. Akkor megvolt a lehetősége. Azóta már tudjuk, a Fidesz szándékosan tönkretette a devizaárfolyamot. Ezt a képviselő kép közgazdász, megragadom az alkalmat, ne haragudjon. 265 forint volt az euró, jól emlékszem, 2010-ben. Ez mesterséges beavatkozástól, tehát akár egy kormány intézkedéseitől, ez fölmehet 315-re? Felmentett. Ez nyugodtan mondhatjuk, hogy ez történt. Feltételesen kérdeztem a szándékosságot gondolva a háttérbe. Én ma azt mondom, nekem az a véleményem, a demokratikus koalíciónk az álláspontja, hogy ez olyan döntésekkel valósult meg, gondolom, mint például... Gondolom, itt az IMF kielbrudalása, stb. Olyan, lehet, így van, ez mind benne van ebben. Szijjártó Péter, Kósa Lajos bejelentései, amikor egyébként ezzel fenyegetőznek, olyanról beszélnek, amitől egyébként a kormány által közvetlenül befolyásolni nem tudott
árfolyam, az elszabadul. Ők kifejezetten ártottak az országnak. Nem csak a magyar embereknek, akinek deviza hitele volt, nekik ártottak azzal, hogy nekik többet kellett fizetni, mindenki, és ezzel ezt a válságot elintézték, hanem mindenkinek. Hitelezen. Az önkormányzati hiteleknél ez történt. Éppen ezért kellett a kormánynak beavatkozni, és átvállalni az önkormányzatoktól. Persze, ő maga állította azt a helyzetet, hogy ezek az önkormányzatok csődbe kerültek, és egyébként kiket hagyott magára ez az ország, ez a kormány? A vállalkozókat. Az ő deviza hiteleiket pedig senki nem kompenzálta. Azzal nem csináltak semmit. Ők megszenvedtek tőle. Megszenvednek a mai napig azért, hogy egyébként ebből valahogy kimeneküljenek, mert valóban azok maradtak életben, akik exportképes terméket tudnak előállítani. Aki itthon a vállalkozását építgette, az mondjuk úgy egyszerűen, hogy megszívta. Őket ez a kormány egy jelentős részben tönkretette, jelentős részét tönkretette. Ez látszik abból. Az elmúlt három év, 2015-ig nyugodtan visszamehetünk, bár ugye 2015 év végleges statisztikája nincs meg, soha ennyi vállalkozást még nem zártak be. Tönkrementek a vállalkozások. Ezek az emberek földön futóvá váltak. Az egy részük elment külföldre dolgozni, mert ugye a magyar vállalkozások nagy része az kényszervállalkozás volt eddig 2015-ös adatról van szó. Igen, igen. 2013, 14, 15. Egymás után döntötte meg a csúcsot a csődbe ment vállalkozásoknak a sora. Újra és újra nagyobb számok jöttek ebben ki. Tönkre megy minden. Ugye a látványos elmozdulást, mert hogy időnként a kormány ugye dicsőségről számol be, hogy Magyarország lendületben van és gyarapodik. Ennek egyetlen egy oka van, és ezt a mai nap is már ugye érzékelhetjük, hogy 2013, 14 és 15-ben lehetőség volt arra, hogy az Európai Unió forrásait felhasználjuk. Ez 2007-től kezdődött egyébként, az első felét azt felhasználta úgymond a Gyurcsány-Bajnai kormány, a második felét azt pedig a Lázár János által irányított minisztérium és közvetlen baráti köre által meghozott, vagy minisztertársai által meghozott. De nagyon jó arányban használtuk fel ezeket a forrásokat, legalábbis százalékosan. A hatékonyságát azt most nem szeretném megtárgyalni. Hát a jó arány, az pillanatilag én úgy látom, hogy egy csomó büntetést kapunk éppen azért az elkövetett bűnökért, ami ebben benne, ami ebben benne volt. Majd a végén majd meglátjuk ebből, hogy mi jön ki. Én úgy látom, hogy az a felelőtlenség, ahogy csinálták, és ahogy készítették elő a következőt, akkor arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy 2014. január 1-e óta már a következő, mert ugye az Európai Uniós forrásoknak 7 éves periódusa van. Igen. Amiről beszélünk, és amire most éppen büszkék, sőt parlamentben vitanap lesz erről, az 2013. december 31-én zárult le, és van még volt még 2 év, ezért beszélünk 2015-ről, hogy még 2 évig meg lehet valósítani azokat a projekteket, amelyek korábban elindultak. Na de, 2014. január 1-től már egy új pénzmennyiség áll rendelkezésre, hogy Magyarország új támogatásokat, új pályázatokat írjon ki. Ma 2016. áprilisában vagyunk. Ebből a pénzmennyiségből tudja, mennyit sikerült kiosztani, lehívni? 0 forintot. Minden, amit idáig ebben pályázónak kifizettek minimális mennyiséget, azt a magyar költségvetésből finanszírozták. A magyar kormány az elmúlt 2,5 évben képtelen volt előállítani azt a helyzetet, hogy pénzt tudjon lehívni innét. És az uniós források akkor van, csak potenciálisan vannak akkor rendelkezésünkre? Így van, pontosan. És pillanatilag nincsenek meg azok a pályázati kiírások sem, amit igénybe vehetnének. Egy dolog zajlik, illetve kettő példát mondok, ami zajlik. Zajlik az, hogy Lázár miniszter úr a Városligetben múzeumi negyedet álmodik.
És ennek a terveztetését indítják el, és majd erre elköltenek néhány százmilliárd forintot. Álmodnak például, hogy az Orbán miniszterelnököt fel kell költöztetni a várba, Elsimon László most már bevallotta, hogy nyugodtak lehetünk, nem fog többe kerülni, mint 200 milliárd forint. Én 15-öt hallottam legutóbb. Látja, de most már 200-nál tartunk. Alakul a dolog. Tehát olyan állami beruházások, olyan épületek jönnek létre, amiből egyébként azt követően nulla forint bevétele, adóbevétele lesz az államnak. Igaz. Magyarul csak kiadás keletkezik. Mert mindegy, hogy azt múzeumnak hívjuk, vagy egyébként stadionnak, azt valakinek fenn kell tartani. Persze. Ki kell fizetni az áramot, és utána a felújításokat. És ezekre, ilyenekre nem látni sehol sem a bevételt. És, egyébként, és az Unió megfinanszírozza majd ezt? Vagy legalábbis várhatjuk, hogy kapunk erre forrást? Ezeket a terveket készítgetik, de mivel a magyar kormánynak van hatásköre arra, hogy ezeket megcsinálja, én attól tartok, hogy ez bekövetkezik. Az igazi nagy problémá azonban az, hogy azok a gazdaság szereplői, kisvállalkozások számára, amelyben a műhely felújítását, a kisgépek cseréjét, az asztali fúrógépet, a szórópisztolyokat ki lehetne cserélni, azok a pályázatok nem jelentek meg. Telephelyeket nem tudják áttelepíteni a város központból az ipari parkba. Nem tudják megcsinálni, mert nincsenek ilyen pályázatok. Képviselő, én emlékszem egy olyan adatra, hogy a most rendelkezésünkre álló, tehát ebben a ciklusban majd, ezek szerint majd rendelkezésünkre álló uniós források 60%-át kisvállalkozások, vagy vállalkozások, vagy gazdasági élénkítésre, fejlesztésre fordítják. Jól emlékszem én? És ha jól következtetek, akkor ebből még a megvalósulás az előbb ön által mutatott szám. Szívesen beszél a kormány arról, hogy ő ezt így csinálja. Egyébként konkrétan az Európai Unió írta ezt elő. De? Az Európai Unió várja el azt, a lisszaboni stratégia fel, mondjuk úgy, hogy az arról történő elszámolás után, ami egyébként erről a fejlesztésről, részben erről a fejlesztésről is szólna, hogy Európa hogyan válhat egy nagyon fejlett gazdasági térséggé, és ebben milyen szerepe van Magyarországnak. Ennek az új stratégiának, az európai stratégiának része az, hogy Magyarország ezt hogyan valósítja meg. Erre Magyarországnak külön szerződést kellett kötni erre a 19,3 milliárd euróra, ami nekünk jár ennek a stratégiának a megvalósítására, és ebben a szerződésben az Európai Unió elvárta, hogy a 60%-át azt a gazdaságfejlesztésére kell fordítani, és erre találjon ki, és mondjon olyan projekteket, pályázati írásokat, és tegye lehetővé kisvállalkozásoknak azt, hogy munkahelyteremtő beruházásokat csinálja. És amikre az Unió jó szívvel adja oda ezeket így a forrásokat. Van. Kedves képviselő, rohan az idő. Igen. De ez nem véletlen, úgy érzem. Kérem képviselő, még kettő kérdésem lesz, és kérem Igen. szépen segítsen nekem. Említette volt az előbb ez a Sokak Magyarországa című programjukat, amely még nincs szerencsém olvasni, de majd ha van egy plusz példány, akkor azt majd el fogom kuncsadagni. Viszont azt szeretném megkérdezni, hogy ez óhatatlan egy politikai váltás. Azt ön is nagyon jól tudja, és valamennyien, aki normálisan próbálnak meggondolkodni ebben, úgy érzem, hogy egyedül nem fog menni. Mint ahogy a klasszikus is azt mondja, egyedül nem megy. Ha röviden össze tudja foglalni képviselővel mostani szövetségi potenciális, vagy lehetőségét a szövetségi rendszerüknek, kik azok a szerveződések, kik azok a pártok, akikkel össze kell fogniuk, mert egyedül nem fog menni. És ha már megkérdezhetem még röviden, mi a véleménye a szakértői kormányzásról, amikor nem a pártok és nem a pártok prominens képviselői ülnek be a minisztériumokba, a kormányba, hanem igazi, nem, akár nemzetközileg is elismert szakemberek, mert hála jó Istennek vannak ilyenek. Nagyon idealista és nagyon naív vagyok, hogyha ezt kérdezem öntől. Kezdjük az elején. A demokratikus koalíció nem ül tétlenül, várva arra, hogy majd hogyan lehet az Orbán kormányt leváltani. Egyik feltétele, hogy azt is meg kell tudni mutatni az embereknek Mezőtúron, Túrkevén egyaránt, hogy milyen országot akarunk magunknak, hogy szabadabb és korszerűbb iskolákat akarunk, hogy gyógyulást akarunk az egészségügyben, hogy modern, például digitális gazdaságot, fejlődő gazdaságot akarunk. Meg akarunk szabadulni a korrupciótól és a hálapénztől. És ez a Magyarország, ezt a Magyarországot írja le
a Demokratikus Koalíció Sokak Magyarország programja, ami ajánlat az egész ország számára, de ajánlat egyidejűleg, és most elsősorban éppen a potenciális szövetségeseinkről beszélünk. A Demokratikus Koalíció most éppen azért járja az országot. Keres ehhez a párbeszédhez, keresi azokat a partnereket, akik hajlandók ezen gondolkodni. És lehet, hogy nem az a legjobb vállalás, és nem az a legjobb program, amit mi írtunk. Mi jobbá szeretnénk tenni éppen azáltal, hogy nyitottan kezeljük, és keressük, várjuk azoknak a véleményét, akik Magyarország jövőjéről együtt akarnak gondolkodni. Mert Magyarország a mi otthonunk. Jobb itt élni, jól élni itt lehet. Nem kell ehhez külföldre menni, vagy érdemes legyen hazajönni, mert például nem Paks 2 beruházását kell megvalósítani, és mindannyiunkat eladósítani, hanem mezőtúron olyan fejlesztést kell megvalósítani, hogy tulajdonképpen 0 forint legyen a villanyszámlám, meg a gázszámlám, mert az alternatív energiák használatával képesek vagyunk erre. Csak ehhez kellenek a hazai vállalkozások, akik egyébként javarészben már itt vannak. Nemrégen Kisvárdán voltam, ahol ott a helyi vállalkozás kínálja azt, hogyha valakinek van 3,5 millió forintja, az ne a bankba tartsa benne a pénzét, hanem tegye fel a feltőre napelemként és napkollektorként, mert abból sokkal több az 1-2%-os kamat helyett 15%-ot tud elérni évente, mert 3 év alatt megtérül neki a pénz azzal, hogy nem kell fizetnie villanyszámlát, és a fűtése is nagyon minimális lesz, illetve arra sem kell külön gázszámlát fizetni. És ezt a gondolkodást és ennek a gondolkodásnak a terjedését, kettő, az ehhez szükséges támogatásokat meg kell adni, kellene megadni, és a Sokak Magyarországa szerint mi ezt tudjuk biztosítani, hogy az ilyen, hogy ezek a vállalkozások minél sokrétűbben, minél több helyen legyenek jelen, és egyébként az embereknek legyen pénze arra, hogy ezt fel tudják szerelni. És ehhez nekik támogatást kell adni. Nem Paksra kell betonozni újabb atomerőművet, hanem az emberek családi házait kell szigetelni, avagy ezekkel az eszközökkel ellátni. És ez vonatkozik az iskolákra, vonatkozik a közintézményekre, ahol mindezt meg lehet csinálni, mert hogy például, hogy csak egyet megint említsek, Magyarország a 3 európai terület, Izland és Törökország mellett az egyik olyan, ahol hogyha valahol lefúrnak 100 méter mélyre, akkor biztos, hogy meleg vizet találnak. Így van. És ennek a hasznosítása, ami lehet a gazdaságban, lehet a mezőgazdaságban, a kert Magyarország megteremtése, itt az Alföldön mennyivel jobb lehetőségeink lennének arra, hogyha erre figyelne a kormány és ezzel segíteni. És ezek munkahely teremtő, megtartó fejlesztések, ami azt jelenti, hogy az emberek itt tudnának dolgozni. Ehelyett pedig az történik, hogy az Orbán haverjai stadiont építenek, Mészáros Lőrincek tésztagyárat, mint legnagyobb gázszerelője, legügyesebb gázszerelője Magyarországnak, tésztagyárat kezd el üzemeltetni, vagy szállodát épít. Mindenbe beleavatkoznak, és néhány ember gazdagodik. Velük szemben Sokak Magyarországának kell lehetőséget biztosítani, és ebben benne van, ahogy mondtam, az igazságosabb adózás, a szabadabb és korszerűbb iskolákat, vagy a gyógyulás lehetőségét biztosító környezet. Ma ez nincs meg, ezt le kell váltani, és ehelyett szövetségesi együttműködésben kell partnereket találni. Mi ezt kínáljuk, mi ezt írtuk le, hogy ne csak szóbeszéd legyen arról, hogy mi mit gondolunk, ez le van írva, ezt a párt egésze fogadta el, kongresszusunk elfogadta, és azt gondolom, hogy ez egy jó ajánlat többiek számára is, hogy legyen miről beszélnünk végre. Képviselő úr, nekem a második kérdésemet már nem kell föltennem. Mert a második kérdésem az lett volna, hogy minek köszönhetjük a megtisztelő látogatását Mezőt úrra. De úgy gondolom, hogy ebben a válaszban, amit az előbb adott a kérdésemre, már a második kérdésemre is megadta a választ, hiszen feltételezem, hogy ezeket az embereket keresi, akik ehhez partnerek tudnak lenni, jól gondolom? Teljesen jól gondolja, hiszen a Sokak Magyarországa az ma 10 millió embert jelent. Miközben egyik oldalról le is írjuk ebben az anyagunkban, és a párbeszéd részévé tesszük, hogy tudjuk, hogy ennek az Orbáni rendszernek vannak haszonélvezői. Ketté szakították az országot, vannak a haszonélvezők,
akár hivatalban lévők, akik ezt kiszolgálják, ezt a rendszert, és van 8 millió ember, aki mindennek inkább valamilyen területen a hátrányát élvezi, vagy szenvedi el. Legyen az iskolában, ahol nem kap rendes ételt, legyen az egy szakrendelőben, ahol egyébként nem talál már rendes orvost, de még ugye azzal, hogy már odáig eljutottunk, hogy 367 orvosi, házi orvosi körzetnek nincs gazdája. Az azt jelenti, hogy Magyarországon 300 ezer ember tart ott, hogy nincs alapellátás a környezetében. Nincs orvos, akihez fordulhatna, mert egyébként elhagyták az országot. Naponta 3 orvos és 2 ápolónő megy el az országból. Ezt a folyamatot kell megállítani. Ehhez van ajánlatunk Sokák Magyarországa programunkkal, és ez ajánlat azoknak is, akik szövetségeseink lehetnek, és ezért örülök annak, hogyha itt önöknél lesz lehetőségünk erről többekkel beszélni, hogy mi együtt legyünk sokan ebben az országban, akik egy új világot akarnak. Kedves képviselő úr, nagyon szépen köszönöm, hogy egyrészt, hogy időt szakított ránk, és a gondolatait elmondta nekünk, mezőtúriaknak, a Pont Televízióban és a Pont Rádióban. Néhányunknak úgy gondolom, hogy nagyon szívéből beszélt, és el kell, hogy mondjam, hogy mivel hogy ezt a beszélgetést tudnánk még folytatni, úgy gondolom, hogy talán este 8-ig vagy 10-ig vagy egy csodat. Folytatjuk is majd. Igen, természetesen egy bizonyos helyszínen, hát jó magammal nem, de ez másnapra tartozik. Nem beszéltünk olyan sok mindenről, nem beszéltünk a pedagógusokról, nem beszéltünk az egészségügyről, meg sem említettük a migrációt, amelynek azt hiszem, hogy szintén egy beszélgetésünk valaki lenne, de nagyon sok fontos dolgot szóba hoztunk, és képviselő úr, én már sok emberrel beszéltem, és önről, és ne vegye bóknak, de sugárzott az őszinteség. És én ezt nagyon szépen köszönöm, mert ez volt az igazi megtiszteltetés. Nem azért, nem az, hogy eljött ide hozzánk mezőtúrra és leült a stúdiónkba, hanem hogy őszintén beszélt velünk. És én ezt nagyon szépen köszönöm, kedves nézőink és a rádióhallgatóink nevében. Kívánok önnek további jó munkát, valamennyünk érdekében. Aztán 2018 itt lesz egy ugrása, úgyhogy akkor meg hajrá, dolgozzanak sokat. Mezőtúriakkal közösen együtt. Köszönöm a lehetőséget. Ha úgy gondolják a mezőtúriak, akkor úgy legyen. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem legalább annyira élvezték a beszélgetést, mint jó magam. Gondolatokat szült ez a mai egy óra. Köszönöm, jövő héten ismét találkozunk. Kedves okolom, viszontlátásra. Viszontlátásra.